Sziasztok! Nagy Zsolt vagyok, a Vitakin Kft. Értékesítési vezetője. Az első videónkkal elkezdtünk egy témát, mégpedig a természetes, mesterséges, illetve szerves, szervetlen vegyületeknek a témáját körbejárni. Abban egy kicsit bemutattuk azt, hogy mondjuk mi is ez vagy letisztáztuk gyakorlatilag azt, hogy mi is az, hogy szerves, szervetlen. Vitaminok esetében igazándiból nem is beszélhetünk arról, hogy valami szerves vagy szervetlen lenne, mert egyértelműen az összes vitamin szerves vegyület. Ha valaki megpróbál ezzel titeket megvezetni, akkor tudjátok azt, hogy valami titkolni valója van, vagy gyakorlatilag egy magasabb áron akar nektek eladni egy olyan terméket, aminek igazándiból az összes többi vitamin esetében is teljesen jó hatásfoka van. Abban viszont vitaminok esetében lehet bizonyos eltérés, hogy mondjuk valami mesterséges vagy természetes. Ezért az E-vitamint vettem elő először számotokra, mert az E-vitamin esetében a természetes változat, ami a természetben előfordul, az nem egy vegyület, hanem valójában egy vegyületcsoport. Szeretném bemutatni nektek a természetes E-vitamint, ami valójában 8-féle vegyületet tartalmaz. Fölülről lefelé láthatjátok, hogy alfa, beta, delta, gamma tokoferolok, illetve a mellette lévő sávban pedig tokotrienolok. Ha megnézitek az ábrát, akkor jól látható, hogy a gyűrű, ami az elején van a vegyületnek, az gyakorlatilag elhelyezkedésben tartalmazni fog egy csomó metilcsoportot, ezek a CH3 vegyületek, és attól függően, hogy hány van rajta és hol helyezkedik el, attól függ, hogy ez alfa, beta, delta vagy gamma változat. Ez ugyanígy igaz a tokotrienolokra is. De a tokotrienol még abban különbözik egyébként a feroltól, tokoferoltól, hogy a szénlánc, az a kis hullámos rész, ugye ott vannak ilyen vonalak, amik egymás mellett kettő található, ott telítetlen kötések vannak rajta. Ezért ez teljesen megváltoztatja a vegyületet. Na most ugye ez volt a természetes változat. A mesterséges változat, ugye az a DL-alfa tokoferol, ami szintén egy mix, egy vegyület keverék, és abban fog különbözni, mint ahogy itt látjátok a következő ábrán, ez is 8 vegyületet fog egyébként tartalmazni, és egymásnak a tükörképei, mint hogyha a kezemet néznétek, gyakorlatilag attól függően, hogy merre forgatják a fényt, attól függően D vagy L változatról beszélünk. Ebben az esetben a keverékben mind a D meg az L változat egyenlő arányban van meg, és ezért inaktív lesz a fény szempontjában, nem fogja semmerre se elforgatni a fényt. Ugye gyakorlatilag mind a két változatának ráadásul lesz még 3 plusz változata, ami abban fog különbözni, hogyha ott megnézitek szintén ezt a hosszú kis láncot, akkor ott a metilcsoport, illetve a hidrogén elhelyezkedése, ami így néz ki, ugye az fog változni, hogy most itt van a metil, itt a hidrogén, utána itt lesz a metil, itt a hidrogén. És ugye mivel ilyenből 4 van összesen a láncon, ezeknek az elhelyezkedése pontosan mind a két változatból gyakorlatilag plusz 3 vegyületet fog létrehozni, azaz összesen 8-at. Na most, hogyha csak ezt nézném, hogy mondjuk általában azt mondhatjuk, hogy a fölül lévő, tehát a természetes változatnak is ugye van 4 variációja, meg az alatta lévőnek is 4. Gyakorlatilag, ha csak ezt nézném, akkor is minimum fele olyan arányban lenne hatásos ez a vegyület, mint mondjuk önmagában egyébként a fölül található D-alfa tokoferol. Ebből adódóan ezt nagyon-nagyon jól ki lehet használni a médiában, és nagyon nagy publicitást lehet annak adni, hogy amikor egy ilyen keveréket, ezt a D-alfa tokoferolt használják föl kutatási célokra, akkor szinte semmilyen eredményt, vagy nagyon-nagyon elhanyagolható eredményeket fognak tudni fölmutatni. Ebbe is látszik, hogy a legnagyobb publicitást kapott kutatások például, amiket itt láttok, eszméletlen sok weboldalon találkoztok velük, gyakorlatilag sehol nem térnek ki arra, hogy mondjuk ez DL-alfa tokoferolt tartalmazott ez a kutatás, vagy pedig DL-alfa tokoferolt, csak egyszerűen nemes egyszerűséggel azt mondják, alfa tokoferol volt a kutatásban. De ha mélyrásol, és megkeresed az eredeti cikket, akkor azt fogod látni, hogy mint ahogy itt is láttuk, hogy all rész, tehát ez gyakorlatilag ez az inaktív forma, tehát a D-ből és az L-ből egyformán tartalmazó vegyületcsoportot használták föl a kutatás céljára, és ebből adódóan egyértelmű, hogy nem fognak tudni jó eredményeket elérni. Ha pedig megnézem azt, hogy mondjuk még kicsit körüljárva a témát, csak tényleg ahol igazándiból nagy lélekszámú embercsoporton futtatták ezeket a kutatásokat, akkor sokszor találkozunk olyan, ahogy ilyen gyűjtő kutatásokat találtok. Például ebben a kutatásban is 7 kutatást összesítettek, és abból vontak le következtetést. Igen ám, de hát mennyire lesz
igazándiból releváns az a kutatás, ami, hogyha megnézem, mindjárt az első, ami fel van tüntetve egyébként az oldalon, hogy milyen anyagokat használtak föl, mindjárt az első megint csak DL-alfa-tokoferol, azaz mesterséges E-vitamint fog tartalmazni. Majd a következő, a szintén mesterséges E-vitamint tartalmaz. Hogyha valaki tisztán szeretne látni egyébként ebbe a témába, akkor lehet, hogy egy kicsit másképp nézi meg az adatokat, és másképp gyűjti össze az eredményeket. Például a következő kutatás, az pont azzal foglalkozott, hogy vajon miért eredménytelen ez a sok kutatás, amit felsorakoztat a tudomány, és egyszerűen pont ugyanúgy, mint az előző, ő gyakorlatilag összegyűjtött egy csomó olyan kutatást, ahol pozitív eredmények jöttek ki, meg összegyűjtött egy csomó olyat, ahol negatív eredmények jöttek ki, és azt tapasztalta, képzeljétek el, hogy gyakorlatilag a negatív eredményes kutatásokban mindig valamilyen mesterséges vegyületet, valami mesterséges antioxidást, például mesterséges E-vitamint használtak föl. Ahol pedig pozitív eredmények jöttek ki, ott minden esetben a természetes változatokat használták, akár még a D-alfa-tokoferolt is. Azzal is pozitív eredményeket értek el. Tehát nem egyszerű eligazodni a témában, és nagyon sokszor szerintem az a célja egyébként ennek az egésznek és a médiának, hogy elbizonytalanítsák az embereket azzal kapcsolatosan, hogy érdemes-e E-vitamint, vagy bármilyen vitamint szednünk. Nagyon könnyű ezzel megvezetni az embereket, és nagyon könnyű gyakorlatilag negatív eredményekkel elárasztani a médiát. Ne dőljetek be ennek. Nyugodtan használjátok egyébként a D-alfa-tokoferolt is, egyelőre semmilyen olyan kutatást nem találtam egyébként, illetve szerintem senki nem fog tudni olyat felmutatni, amiben kimondottan a D-alfa-tokoferolt használták volna föl, és negatív eredménye lett volna. Én eddig még csak olyat találtam, amiben pozitív eredménye volt. De ettől függetlenül, ha igazán jót akarsz tenni magadnak, természetesen a kevert tokoferolt ajánlom én is, és azt használjátok föl a saját testeteknek a jobbítására. Köszönöm a figyelmet, és nem sokára jelentkezek egy következő videóval.